Én sziasztok, én Juhász Norbert vagyok, ez pedig itt a Backstage Podcast. Ez egy rövidebb verzió lesz most. Először is boldog új évet szeretnénk nektek kívánni. Itt a 2022 elindul idén a Backstage zenekarokkal. Hamarosan jön az első információ, hogy kivel készítem az első átfogó interjút. Olyan témákkal kapcsolatban, amiről nem szokott általában a zenekar beszélni. Hamarosan jöjjenek ezzel kapcsolatban az információk. Na de térjünk is rá a mai napi témákra. Tegnap adta első koncertjét Till Lindemann az új zenekarával, ugyanis a korábbi formáció feloszlott, szétváltak Péter és a Lindemann útjai. Viszont az a helyzet, hogy tegnap Izraelben léptek fel először, mármint Izraelben is először, és az új formációban is most történt meg az első koncert, melynek több apropója is van. Az első, hogy a dobos sajnos nem tudott részt venni a koncerten, mert pozitív lett a Covid-tesztje, ezért egy izraeli dobos kellett gyorsan szerezniük, aki 3 nap alatt megtanulta az egész setlistet, és tulajdonképpen megmentette a koncertet. A következő észrevétel az izraeli koncert kapcsán úgy tűnik, sőt, biztosan, hogy Péter nem adta oda a backing track-eket a számokhoz, és ezért újra kellett gyártani az összes minden olyan dolgot, ami HD-ről ment, effektek, mindent, és az a helyzet, hogy a rajongók nem nagyon vannak oda az elért eredményért. Mondom ezt úgy, hogy én például imádom a Rammsteint, imádom Lindemann magát, a munkásságát is, és így a kalóz felvételekben, ami felkerült YouTube-ra, így belehallgatni, egyébként nem borzasztó rossz, sőt, igazából furcsa. Ez elég érdekes, egy ilyen szétválás, hogy a zenekar teljes repertoáját újra kelljen gyártani, és ezen így meg vagyok döbbenve, ugyan én nagyon várom, hogy itt a környéken legyen valami koncert, azt hiszem Bécsben és Pozsonyban lesz így legközelebb Magyarországhoz. Hát nem is tudom, elég érdekes ez így. Egyébként az új felállásban 4 női zenésztárssal folytatja Till Lindemann néven magát a projektet, játsszák az összes régi számokat, a setlist szinte ugyanaz, mint az előző turnén, annyi, hogy itt most ki van egészítve az It Has a Kinderrel, ugye ez a turnénak is a neve, utálom a gyerekeket, melynek egyébként sokkal több háttérsztória van, mint az, hogy utálom a gyerekeket. YouTube-on meg lehet tekinteni, hogy valójában miről is szól maga a videóklip. Egyelőre én most ennyi voltam. Találkozunk nem sokára a Backstage-ben, jöjjenek hamarosan az információk. Én Juhász Norbert vagyok, ez pedig itt a Backstage Podcast. Sziasztok!